Kárpátalján tartott a mostani, soron következő ülését az ukrajnai sebészek társasága. Az eseményen, ahol a 75 éves Vaszil Ruszint, a szövetség alapítóját köszöntötték születésnapja alkalmából, a helyi tudósokon és orvosokon kívül az országhatáron kívül is ismert akadémikusok vettek részt. A rendezvényen megvitatták a mai modern sebészet aktuális kérdéseit, különös tekintettel a katonai orvoslás problematikájára. Ezt a plenáris ülést Vaszil Ruszin professzor 75. születésnapjának szenteljük, aki hosszú időn keresztül töltötte be megyénk sebészfőorvosi tisztségét, és állt az általa létrehozott Kárpátaljai Sebészek Szövetségének élén. Az előadások a katonai sebészetről szólnak, és modern sebészet, nevezetesen a katonai orvoslás aktuális kérdései kerülnek megvitatásra, emelte ki a sebész professzor. Vaszil Ruszin szerint, aki ott volt az ukrajnai sebészek társaságának megalakulásánál, Kárpátaljának nagy megtiszteltetés, hogy otthont adhat a plénumnak, hiszen ezen a rendezvényen az ország azon vezető szakemberei vesznek részt, akik meghatározzák az ukrajnai sebészet fő irányvonalát. Hadi állapot idején pedig az orvostudomány ezen ága új kihívásokkal szembesül. A főbb fejlesztési irányzatokat határozzuk itt meg. Beszélünk a számunkra legfájdalmasabb és legzavaróbb kérdésről, a háborúról. Hogyan lehet segíteni a hadseregnek? Hogyan segítsünk a sebesülteken? Hogyan lehet szétválasztani és összekapcsolni a békés és a katonai orvoslást? Úgy, hogy alakítsunk egységes szemléletet és koncepciót a betegek ellátásával kapcsolatban. Ezek mind nagyon bonyolult kérdések, hangsúlyozta a sebész professzor. A gratulációhoz csatlakozott Miroslav Bilecki, Kárpátalja ideiglenesen megbízott kormányzója is. A tisztviselő szerint az olyan professzorok, mint Vaszil Ruszin nem csak megyénk hírnevét öregbítik, hanem nagyszerű példaként szolgálnak a fiatal kollégák számára is. A sebészet ma nagyon fontos szerepet tölt be az egészségügyben, amely mára szinte teljesen megváltozott. Ez már nem ugyanaz az orvoslás, mint ami békeidőben volt. Ezek a páciensek a harctérről jönnek, teljesen más sebekkel és traumákkal. Nagyon örülök, hogy ilyen kiváló embereket üdvözölhetek ma itt, és örömmel köszöntöm honfitársunkat, Vaszil Ivanovics Ruszint is 75. jubileumi születésnapja alkalmából. Ő tanár, tudós, professzor, aki nem csak életeket ment, hanem a tudását is továbbadja a jövő generációnak, mondta a tisztviselő. Születésnapja alkalmából Vaszil Ruszin sok kedves szót, kitüntetést és ajándékot kapott, de a legkedvesebbek számára a munkásságának több mint fél évszázada alatt a megmentett életek. A nagybetűs ember, aki első szakmai lépéseit Rahon tette meg, és aki ma már nem csak Kárpátalján és Ukrajnában, hanem az egész világon is ismert. A sebészek egész garmadáját képezte, akik naponta mentik civilek és katonák életét, tette hozzá a megyei tanács elnöke. A szakmai találkozón Vaszil Ruszin barátai és munkatársai mellett ismert orvosok is részt vettek. Az őszinte gratulációk és kitüntetések után pedig a társaság tagjai rátértek a sebészet gyakorlati kérdéseinek megvitatására. Ma a sebészeti beavatkozásokat végző orvosok rendkívül nehéz feladattal néznek szembe. Az emberi élet megőrzése nehéz és szinte teljesen kivitelezhetetlen a háborús körülmények között, de szerencsére a legtöbb gyakorló sebész csodát tesz, és menti mind a katonák, mind a civilek életét.